Fegyverropogástól volt hangos a budakeszi lőtér, ahova ellátogatott 7 mesterlövész. Barabás Éviék mindenre elszántan töltötték csőre fegyvereiket, ám a szemorvosnál jól ismert számoszlopos táblát ezúttal céltáblára cserélték. Kezükbe pedig különféle fegyvereket vettek, hogy megmutassák közelre és távolra is bármikor tökéletesen céloznak. Persze éles fegyver használata előtt egy kis okításra szükségük volt még nekik is. Fókuszálunk először a célra, nézzük kire céltüskére, amikor elsütjük a fegyvert, akkor a céltüskén van a fókusz. Azután, hogy megismerkedtek a fegyverekkel, a közellátásukat tesztelték. A SAS szemteszt első lépése a töltények kiválogatása volt. Szuper! Jó, de izgulok, elájulok. Miután meggyőzöttek arról, hogy mindenki tökéletesen lát közelre, azaz a töltények kiválogatása a lehető legjobban megy, jöhetett a kötelező szelfizés is. Ma Magyarországon 3,5 millió ember kénytelen szemüveget hordani. Sipos Petinek is meggyőlt már a baja az apróbetűkkel. Múltkor úgy jártam, hogy a feleségemnek a intim borotva habjával fürödtem le. Nem tudtam elolvasni az apró részeket. Azt hittem, hogy valamilyen tusfürdő zselé, de aztán kiderült, hogy tiszörtelenítő. Miután kiderült, ha szemüveggel is, de mindenki tökéletesen lát, jöhetett a lényeg, a lövészet. Figyelem, tűz! Magnumok és kalasnyikovok segítségével tesztelték célzó képességüket és szemüket a szárok a rendhagyó látástesztel. Ebbe kéne belelátnom? Igen. Hát itt szimmetrikusan üljön a céltüske a nézőkeny nyílásba. A szemorvosnál megkiderítették azt is, hogy távolra még úgy látok, mint egy vadászpilóta, és ezt ők mondták így, és most igazuk lett, mert a Magnummal azért úgy beletaláltam a közepébe. A verseny győztese Hajas László lett, de hamar kiderült, nem véletlen, azért ő némi előnnyel érkezett a lőtérre. Ilyen 20 éves koromban leraktam a vadászvizsgát, és de az egy más dolog, mert ugye sörétesen lőttünk, de nem sűrűn van kezembe fegyver. Ez a futóvadlövészet ez egész jól sikerült, mind a háromszor, a háromszor eltaláltam a kis kocát. A futóvadlövészet nekem nem túl jó, mert nem találtam egyszer sem vaddisznó, de hát hadd éljen, állatbarát vagyok. A kézi fegyverrel egész jól sikerült, ott azt hiszem mind az ötször szívem vagy tüdön lőttem a csávot, meg a magnummal tökön lőttem, úgyhogy így kivégeztem rendesen. Az is kiderült, hogy Csonka András és Sipos Péter között van némi konfliktus. Volt egy vicc, amit nem nagyon szerettem annak idején, de volt olyan vicc is, amit szerettem. Már velem kapcsolatban, az ő műsorukban. Egyszer a Csonka Banniról csináltunk egy paródiát, ami megsértődött, és bízom benne, hogy már elfelejtette, úgyhogy itt a két fegyver között megbeszéltük, hogy hát fájtlat rá, és nem fogunk éles lőszerrel hadonászni egymás felé. A konfliktusok rendeződtek, és az is kiderült, mindenkinek jó a szeme, sőt olyannyira, hogy néhány sztár a későbbiekben komolyan szeretne foglalkozni a lövészettel, de hogy melyikük, azt egyelőre nem áruljuk el.